Üdv, hölgyek, urak, sziasztok, itt Karvaj, ismétek is World of Tanks, most épp csak egy gyors csatánk lesz, ugyanis kezdem most már érezni a vizsgai időszak rettenetét, úgyhogy nem akarok túl sok időt nem tanulással tölteni, a tanulással azt mondom, hogy bámul a papírt. Szóval szombaton majd lesz egy kis streamünk, mert az muszáj, EU4-jel, azt gyertek el, nézzetek meg, illetve léci töltsétek ki a kérdőjelmet, amiről beszéltem előző két videó. Az egy tornádó? Hát, fantasztikus, szóval apokalipszis most. Újra berakott highway pálya, a tank pedig a Su-130PM, és megnézzük, hogy mit tud ez a gépezet. A legújabb szovjet Scorpio G Premium tank 520 alfa sebzéssel, 243 átütéssel, itt lőszerre pedig 320 átütéssel. Nincs túl sok lőszere, de azért egy ilyen TD az elég. Úgy látom, picit több mint 10 másodperc a töltése, 5-20 alfával, TL8-ban lehet is. Annyi HP-nk van, mint a Scorpio G-nek, mínusz 50, azt hiszem vannak 1550. Teljesen körbeforog a tornyunk, és nagyon jó a kamónk, amiben különbözünk a Scorpiótól. Tehát mozgékonyak vagyunk, sokkal jobb kamóval, mint ami a Scorpiónak van. Kiiktattuk a 13-90-et, nem lettünk spottal, van elceháló, periszkóp és pótkaja. Már a pótkaja az nem olyan, oké. Okay. Valószínűleg töltés gyorsító a harmadik. Kinyírtunk egy 50%-at és 500 HP-ról. Szóval alapvetően ez egy ilyen TD-s replay lesz, ahol bombázzuk az ellenséget. Keresztül tudunk lőni így dolgokon, mert nincsenek az ellenséges járművek elég jó fedezékben. A matchmaking egyébként tier 10, ugye legalján vagyunk, lehető legrosszabb matchmaking. De ugye egy tier 10-eseknek megfelelő ágyunk van, főleg hogyha oldalba vágjuk az ellenséges járműveket. 101 nem halt meg. Viszont elvittük és kritikus volt. 500-as alfa, a Scorpionnak van 490, az is sok szokott lenni. Ez meg egy ilyen jármű. A kérdőjében pedig teljesen anonim és kockázatmentes, és arra kell, hogy be tudjam fejezni a fél évemet, mert kell az egyik ilyen, hogy kérdőíves. Nem én írtam a kérdőívet, de szeretném, hogyha minél többen kitöltenétek, hogyha egy ráértek 18-25 éves kor között. 10-15 perc az egész, és az az utolsó, hogy reklámozom, mert már magamat idegesítem bele. Legyen elég annyi, amennyit tudok szerezni, remélem, a kitöltésből. Szóval egy picit most nem nagyon látunk az ellenségre a túlsó féltekén, ahol éppen túlerőből lenyomják lassacskán a közepes tankjainkat, akik ott vannak. Látok, hogy most ott is vannak házak. Szóval Amerikán a pálya, T-44-ben egy 5-23-as. Alapvetően erről szól az a tank, hogy iszonyatosan nagy a sebzése. Lehet, hogy mégsem forog teljesen. Ó, oké, nem forog teljesen körbe a tornya, azt hittem. Akkor csak így majdnem 180 fokban forgatható, picit kevesebb. Úgyhogy annyira nem forgatható, mint a Scorpiogénynek, viszont az alfája több. A lövedéksebesség úgy látom nagyjából annyi, mint a Scorpiónak, talán egy picivel lassabb, de nem sokkal. A Scorpiónak is elég vicces lőszere tud lenni. Úgyhogy leadelni kéne picit a lőszer, de a T-32-nek ugye oldalra látunk rá akkor, mint egy hajó, nem okoz gondot eltalálni. T-44 is, hogyha itt marad előttünk, akkor simán ki tudjuk tenni, viszont érkezik egy Pantera. Egyébként Moms, aki a replayt küldte, most felspottoltatta magát, 6. érzék nélkül játszik, gondolom megelett, megvette ezt a tankot, aztán ennyi volt. Ha nem játszik szovjet tankvadászokkal, akkor jó legénysége nem is lehet feltétlen benne. Mindenki látja, hogy hol vagyunk, és ja, ez szokott lenni általában a Scorpiók halála is, mert mostanra valószínűleg eltűntünk, az ellenséges 44 már nem ránk céloz. Vihetjük be tovább a sebzést, 4800 sebzésnél tartunk, 4 percen megy az ütközet. Ja, ez egy olyan pálya, ahol jól lehet formolni, hogyha jól pozícionálja magát az ember, és ugye nem is a városban segítkezünk, hanem hanem csak itt az 1-es-2-es soron, ahol még mindig van egy Ru, aki a szemünk lehet. És azt írta nekem Momsz a replayben, hogy a Top Gun nem lett meg, szóval nem tudom, mit mennyi minden fog még történni, lehet, hogy már nem sok minden, de alapvetően így néz ki ez a jármű, ezt lehet most szerezni a szerezni leárazást, szerezni a küldetésekkel, amik vannak, vagy event, vagy nem is tudom, minek nevezzem event végül is, hogyha kitartóan grindoltok 8-as szintűekkel, vagy pedig jók vagytok 10-as szintűekkel, és nem sajátok a kreditet a begyűjtésre, aztán viszonylag olcsón tudtok vásárolni egy ilyen tankot. Itt igazából Moms nagyon leült arra, hogy várja, hogy jönne még valaki ide, de tekintve, hogy az ellenség ilyen magas szinten nem feltétlen lemingekből áll csak, és látták, hogy mindenki meghalt, aki tovább jött. Az 53 TP és a T-55-tel szerintem már nincsenek is arrafele. Oké, a Ruki nyírta az 53 TP-t, szóval az még ott volt. Az 55-tel viszont mozgékonyabb, az elmehet bármerre.
Mint látjátok, a jármű egyébként nagyon mozgékony, vízben nem, de lejtőbe jöttünk, de 60 plusszal tud menni, szóval valóban van olyan sebes szerintem, hogy a Scorpio után egy picit nehezebben gyorsul fel, de legalább nagyobb az alfája, szóval a Scorpio G nem olyan rengeteg a különbség. Bár azt hiszem, a növek süllyedés is, mintha jobb lenne. Már csak 4 jármű van az ellenséges csapatból, 37-tel 40-nel vegyünk így a városi terepen, vagy aszfalton. Akkor lehet nem annyira nagyon gyors. Lehet a Rheinmetallhoz jobban hasonlít a Scorpiohoz. Mindenesetre így néz ki. Iszonyat drága lesz, hogyha nem szerzünk most learazást, vagy nem szereztek most learazást, vagy nem veszitek meg soha, és csak szenvedtek miatt, hogy ti 81-50-es alfájú TD is most már tök jó. És alapvetően ez volt a csata, 4800 sebzés, hátul kempeléssel. Köszi szépen a replayt, és kívánjatok nekem szerencsét a jövő hétre, hello!